Még nem minden diáknak van nyári szünet, a karcagi piac kínálata, a babos kert is benevezett, kézműves kiállítás Berekfürdőben. Jó estét kívánok, Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István szakiskolájában még nem minden diáknak kezdődött meg a nyári szünet, ennek okáról Szabó István igazgatót kérdeztük. Minden tanulónak részt kell vennie 140 órás nyári szakmai gyakorlaton, ez a feltétele annak, hogy szeptemberben folytathassa tanulmányait. Ez nagyon fontos feladat, iszonyú nagy kihívás mindenki számára, hogy ne egyszerre legyen mindenki, hanem a nyár egészére elosztva. Az iskolán tanulóinak ahhoz, hogy a következő évet elkezdhessék, mindenkinek részt kell venni a nyári gyakorlaton, 140 órát jelent, és ezt teljesíteni kell. Ez a feltétele, hogy a tanév teljesüljön. Hát ez egy nagyon fontos feladat, és nagyon nagy kihívás mindenki számára. Az iskola vezetés igyekszik mindenkinek biztosítani azt, hogy lakóhelyén tölthesse le ezt a gyakorlatot, ehhez jó előre felveszik a kapcsolatot a cégekkel, vállalkozókkal. Igyekszünk azért felvenni a kapcsolatot már időben a különböző településekkel, így ugye az ottani cégekkel, vállalkozókkal, vagy éppenséggel intézményekkel, tehát ezért van az, hogy van Tiszafüreden, a Póknál tanulunk, van Bucsán az önkormányzatnál tanulunk gyakorlaton, és természetesen Karcagon. Jelentős tanuló létszámmal vagyunk jelen, és remélhetőleg hasznosan is részt veszünk a termelésben. Dolgoznak diákjaik önkormányzatnál és termelő cégeknél egyaránt Tiszafürettől Karcagig sok településen. Főleg azért is kell ezt beosztani, mert ugye nem csak a mi iskolánkból vannak a vállalkozóknál a tanulók, és hát ez igazából a egyik helyettesen meg gyakorlati oktatás vezetőknek a komoly feladata, hiszen a gyakorlati helyeknek a feltérképezése, a szerződések, a szükséges szerződések megkötése, bizony ez nagyon komoly feladat, és pontosan ezért komoly egyeztetést is igényel. Ha valaki augusztus 31-ig nem teljesíti a gyakorlatot, akkor évet kell ismételnie. Sajnos ez a szomorú tény, ez nagyon komoly törvényi előírás. Úgy gondolom, hogy ezt mindenki komolyan veszi, a tanulóink is, és valóban ezt teljesíteni szokták. Nagyon ritka az, hogy ez az akadálya annak, hogy nem kezdheti el a következő tanévet. A cégek a jól dolgozó tanulókat igyekeznek megtartani, hiszen nagyon nagy a térségben a munkaerőhiány, így a legjobbak, ha végeznek, állásajánlatot kapnak. Mindenkinek az az érdeke, hogy ezeken a gyakorlatokon azért részben a vállalkozók is megismerjék a diákjainkat, részben pedig a diákjaink is lássák azt, hogy hova kerülhetnek. Ez a reális cél szerintem a vállalkozók számára is, hogy a legjobb tanulókat igyekezzenek ott tartani, törekszenek is erre, de hát ugye mostanában elég nagy a munkaerő hiány, és éppen ezért nagyobb lehetősége van a tanulóknak is a választásra, de azért meg tudják szólítani azokat, akiket nagyon szeretnének megszerezni. Az iskola a vállalkozók jelzése alapján hiány szakmákban is igyekszik képzést indítani, szeptemberben így indul villanyszerelő képzés is, a tanulók itt ösztöndíjat is kaphatnak. Most egyelőre úgy néz ki, hogy a villanyszerelő szakma az, amit indítani fogunk, és itt a hiány szakmák közé bekerül, és ez ösztöndíjra jogosítja fel a tanulóinkat. Igen, nagyon sokan nem gondolják, hogy sok család számára, sok diák számára ez nagyon fontos választási szempont, és mi ennek érezzük is a következményeit és a hatásait. Úgyhogy reméljük, hogy a következőkben valóban igyekszünk, ugye mindig úgy előkészíteni tanévet, hogy lehetőleg a hiány szakmákra koncentráljunk, bízok benne, hogy a következő tanév az valóban már olyan lesz, ahol sok hiány szakma lesz, mert valóban azok. A nagy hőségben kapós a dinnye, de a befőzni valóról is sok háziasszony gondoskodik, derült ki piaci körképünkből. A magyar dinnye dömpingje már látható a piacon, mondta Nagy Zoltán árus, nála keresik a vevők a Medgyesegyházi dinnyét, amelynek kilónkénti ára 100 forintra csökkent. Most már itt a magyar dinnye, itt a dömping, áruljuk itt a dinnyét, össze-vissza mindenki dinnyét árul. Igen, most ennek van a szezonja. Keresik, nézik a vevők, már most mi 100 forintért adjuk kilóját,
megyes egyházáról hozzuk, nagyon finom, jó ízű, meg is van érde, és még nem is kásás. A sárga barack hamar elfogyott, sokan vitték Lekvárnak, Jennek pedig az őszi barackot keresték. Csalamádit még nem tesznek el, de a kovászos uborkának való ebben a melegben is nagyon kapós, hiszen hamar beírik az üvegben. A befőzés, hát az a része, hogy a Lekvár. Nagyon sok, hál' Istennek, nagyon sok meg szép kajszi barackunk volt az idén, megadta a Jóisten, nem minden évben van. Most azokat viszik a barackot a Lekvárnak. De még úgy, hogy csalamádét, meg ilyesmiket, még ilyen uborkát, szeretik a kovászos uborkát elviszegetni, már ugye savanyítani, meg ebbe a jó időben már érik befele. Pár hét múlva már a vegyes savanyúság, csalamádi, almapaprika, a fürtös uborka eltevésének ideje is kezdődik. A burgonya nagyon szép, bár még nem a legolcsóbb. Az árak a borzasztó szárazság miatt nem nagyon csökkennek, aki befőz, az többet vesz, de a 3-4 szem paradicsomot is megvásárolják, nem jellemző, hogy kilószámra viszik még a háziasszonyok. Burgonya az lehetne olcsóbb, mert még mindig 140 forintért áruljuk, megmondom, a paradicsom az már most 200 forint. Nagyon szép, vastag húsú, fehér tölteni való paprikánk van, az már 300 forintért van kilója, de rengeteg esik egy kilóba, az már való igaz. Hát igen, egy kicsit lejjebb estek az árak, eshetne még, az időjárás se volt hozzánk olyan túlságosan kegyes, most ugye ez a borzasztó szárazság, hát nem tudom, ennyiért tudjuk megvenni, ennyiért tudjuk adni, ugye a piac az dönt el minden. Vinis Béla egy kis paradicsomot, paprikát, házi kolbászt, túrót vásárolt. A kínálattal meg van elégedve, szép sok a portéka, és várja, hogy fokozatosan csökkennek majd az árak. Kis paradicsom, paprika, kis házi kolbász, túró, ilyen vegyesen kell a vitaminnel, egy kis húsos dolog is. Az az igazság, én gyümölcs, fával foglalkozom, azt az ilyen kis apró dolgot itt a piacon tudja megvenni frissen az ember, mert kicsi otthon nem éri meg termeszteni. Kínálattal nagyon meg vagyok elégedve, de sok szép portéka van, úgyhogy csak pénz legyen, meg vásárló. Kása Róbert nádudvarról dinnyét, paradicsomot, paprikát, burgonyát, hagymát hozott. A vevők nála is a termelői magyar árukat keresik, épp úgy, mint a karcagi Fülöp István őstermelőnél, aki kiskertjében termet hagymát és uborkát árul. Uborka, most jelenleg fokhagyma, majd jön a paradicsom, meg lilahagyma. Más egyelőre nem is lesz, meg nem tudom, majd elválik az ősszel a kukorica érés után, hogy a sütőtök hogy alakul. Vagy lesz, vagy nem. A Városgondnokság kezelésében lévő és a közmunkaprogram keretében megművelt baboskert idén is benevezette a legszebb konyhakertek versenyre. Az, hogy ilyen gyönyörű a kert, abban nagyon sok munka van, mondta Molnár Pál igazgató. A körbekerített zárt kertben engedélyezett furt kutakbor ciszternás tárolóból locsolnak. Évek óta a téglás kettő kert végén nagyon szépen díszlik a gondnokság kertje, igyekeznek a kínálatot bővíteni, most fűszernövények is vannak, és a méhészet is kedvelt. A méhészet is szinte egyszerre indult ezzel. Természetesen a nektárt, a méz alapanyagot nem innen gyűjtik be, csak a méhek, mert máshol is el kell nekik repülni, de a áldásos tevékenységet elvégzik a gyümölcsfáknak a beporzását, a jó részt a mi méheink végzik. Mintegy 15-15 fajta kultúrnövényt termesztenek. Az itt megtermelt javakat a közétkeztetés számára biztosítják. A első célunk az volt, hogy a gyerekek a gyerekétkeztetésben minél egészségesebb, lehetőleg vegyszermentes termékeket tudjanak alapanyagként fölhasználni a gyerek étkeztetésben. Ezt a vonalat követjük, de a felesleget a szociális otthonba, az idősek otthonába is át szoktuk adni. Van, amit térítés ellenében, de jó részt térítés nélkül szoktuk átadni, és úgy érzem, hogy a biztonságos élelmiszerek elsődleges fontosságúak ma az étkezésünkben. Jövőre szeretnék itt a dinnye termesztést is elindítani a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében.
A versenyszféra a szakképzett dolgozókat elviszi, az igényes munkaerőt már segédmunkás részből is felvesznek ezek a cégek, így ebben az évben kertészeti szakmunkásokat is alig találtak. A cél az, hogy csökkentsék a költségeket, így ehhez fűzött üvegházat alakítottak már ki, ahol télen elkezdik nevelni a zöldségpalántákat és a közterületre kerülő virágpalánták egy részét. Beregfürdő 25. születésnapja alkalmából a nyár folyamán kiállítást tekinthettek meg a látogatók, és kérdéseket is feltehettek az érdeklődők a Bodh László művelődési házban. Az alkotások a helyi ügyes kezek munkáját dicsérik. Az alkotókezek kézi munkaszakkör nem csak a népiparművészetben jártasak, hanem egyfajta szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget is biztosítanak az odalátogatók számára. Csapatépítő és csapat összekovácsoló ereje is van. Az érdeklődők elleshetik egymástól, illetve taníthatják egymásnak a kunhímzés, írásos hímzés, horgolás, kötés, szövés, csipkeverés technikáját. Helyszíni riportunk következik. A falu kínál olyan lehetőségeket is, mint például, ami ugye a hagyományőrzés, ha jól tudom, akkor ön szerves része Beregfürdőben. Ennek erről mit lehet tudni? Nagyon büszkék vagyunk erre a kiállításunkra most, amit még 16-áig meg lehet nézni. Beregfürdőn van egy kézműves szakkör, aminek a vezetője vagyok, és idén először próbálkoztunk meg mi a kiállítás szervezésével, tehát az első torvonástól kezdve a megnyitóig mindent, sőt a továbbiakban is még minden nap ügyeletet tartunk, tehát van ott közülünk valaki, amennyibe érdekel valakit, egy kézimunkaféle nem ismeri mondjuk a kunhímzést vagy valami, akkor ők szívesen tájékoztatják az embereket, tehát most ez a nagy büszkeségünk. De emellett a szakkörünk most az idén ebbe az évben a 8. osztályosoknak készítette el a ballagási tarisznyát. Tavaly óvodások kértek meg rá bennünket. Beregfürdői újszülötteknek az irodalmi társaság részére készítettünk szintén ilyen kis táskákat, amiket kapnak az irodalmi társaságtól. Ajándékokat készítgetünk, amit beregfürdői rendezvényeken, akár tombolatátként, vagy bármit át tudunk adni. Visszatérve egy kicsit, tehát ön hogy látja, hogy az ide érkező vendégek nyilván ugye megtekintik a faluba, amit lehet, akkor ilyen betekintést nyerhetnek akár szakkori foglalkozásokra is, vagy arra nincs mód és lehetőség? Az az igazság, hogy eddig olyan helyen voltunk, hogy tehát nem éppen központba eső. Most itt a művelődési házban fogunk ősztől összejönni, úgy néz ki, és minden további nélkül, tehát bárki. Mi nagyon szívesen bemutatózunk, most is a megnyitón is, hát amire büszke vagyok, a két kis unokám ugye vercsipkézett, de más alkalmakkor is, és nagyon szívesen, tehát bármilyen rendezvényen, bárhol, ha meghívnak bennünket, akkor nagyon szívesen elviszük azokat a kézimunkaféleségeket, és azoknak a készítésének bemutatásán. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták, riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!